Az 1956-os forradalom és szabadságharc a magyar történelem rövid, de annál dicsőségesebb két hete volt. Szabadságszerető népünk Kelet-Közép-Európa népei közül elsőként próbálta meg lerázni a megszálló szovjet hatalom és hazai kiszolgálóinak uralmát. Közel 70 év távlatából az akkor megélt eseményekről, a korról mára már csak a nagypapa korú idős emberek tudnak hitelesen beszámolni. Egy ilyen nagyapa visszaemlékezései alapján állította össze a Bocskai Iskola irodalmi műsorát az idei városi ünnepségre. 1956 története nem csak forrongás és harc volt, hanem az elmúlt 100 év legnagyobb boldogsága is. Maga a mennyország volt az a 10 nap is. Boldogságban úszott az egész ország. A durvák megszelidültek, a zárkózottak kinyíltak, a zsugoriak bőkezőek lettek, a keserűek mosolyogtak, sőt, a reményt vesztettek is bizakodni kezdtek. Öröm mámorára szét a szívekben. Jó volt Magyarországon élni, jó volt magyarnak lenni. Így maradjanak meg emlékezetünkben ezek a napok. 1956 a magyar nép nagy és egyetemes boldogsága volt. Szép és dicső. A bal sorssal tépő történelmi idő közepette, meleg sugárzás is végig. De várj, megmutatom neked. Korabeli plakátok sejtelmes sötét háttér idézte a Rákosi korszakot, amelybe hirtelen berobbant a pesti srác, elhozza a nemzeti függetlenséget szimbolizáló trikoror szalagokat. A kezdetet nem tudja senki. Mindig jöhet egy pillanat, mikor a mélyből felszakad egy hang, és nincs út visszamenni. Nincs út tagadni, nincsen várni, a lehetetlen megpróbálni. Lehet. Mert nincsen lehetetlen. S végesül a végtelenben kigyúl egy újabb felelet. Mindig jön egy pillanat, mikor a félés átszakad, s harangozni kezdenek, kik minden imát elfeledtek. A hosszú éjszakák. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék. Minden áldott este fényben megfürödnék, és ha egyszer rajtam lánckerék taposna, alattam a föld is sírva elomolna. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék. Mindenféle szélnek haragosabb volnék. Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek. A történelemben 1956 írói. Azok, akik életben maradtak, nehéz elkételre toldoztak magukban hosszú éveken át. Ám 1956 lelkületét, szellemét és dicsőségét a mai napig nem lehet felejteni. És emlékeznünk is kell rá, még magyar ember él a világon. Az ünnepség az 1956-os emlékműnél folytatódott. Nagynélegény Ildikó alpolgármester asszony ünnepi beszédében felidézte a forradalom kitörését megelőző Rákosi éra elnyomó erőszakrendszerét, kiemelten a helyi vonatkozásokat. 1956. október 23-án, illetve városunkban, Hajdunánáson 1956. október 26-án egy elnyomott nép próbálta megtalálni útját a szabadságba, felszabadulni az elnyomó önkény alól. A Rákosi rendszer működésében Sztálin 1953-as halálát
illetve az elődjénél mérsékeltebb diktatúrát építő Nyikita Hruscsov moszkvai hatalomra kerülését követően jelentős változások kezdődtek. A brutális kommunista elnyomást ezt követően hol kisebb enyhítésekkel, hol újbori szigorításokkal tette kiszámíthatatlanná az életet az országban. Ebben az időszakban nem volt olyan ember Magyarországon, akinek az életére ne gyakorolt volna hatást a diktatúra. Voltak, akik származásuk miatt kerültek hátrányba. Nem tanulhattak, nem dolgozhattak szakmájukban, akár a kitelepítéssel is szembe kellett nézniük. Mások munkájukban szenvedtek a korlátozásoktól. Nem mondhatták ki, vagy írhatták le, vagy gondolhatták át a valóságot. Közben viszont érezhették, hogy az ország a minden korlátozó pártállami diktatúra abszurditásában egyre messzebb sodródik a valóságtól. Mások azért szenvedtek, mert rokonaikat elhurcolták a Szovjetunióba, és a sorsukra vonatkozó kérdések rendre leperegtek azokról a funkcionáriusokról, akik bármilyen információval is rendelkeztek volna a családjukból hiányzó édesapákról, férjekről, fiúkról. Mi hajdunálásiak ennek kapcsán sokat tudnánk mesélni a rettegésről, az elhurcolt családtagok hiányáról, a bizonytalanságról és mindazon sebektől, amit az idő nem tud begyógyítani. Végül sokan voltak olyanok is, akik a földkérdés miatt éltek rettegésben és bizonytalanságban. Az ősi családi birtokokat elvette, vagy elvenni készült a diktatúra, hogy aztán azokból nagy gazdaságot szervezhessenek az elvtársak. Ilyen előzményeket követően köszöntött be 1956. októberre városunkba. A jelek alapján feltételezhető volt, hogy ismételten bizonyos mértékű enyhülés veheti kezdetét a politikában. Erre utalt, hogy Hajdúnáláson is létrejöhetett egy értelmiségi vitakör, melynek célja a mindennapok jobb átétele is volt. 1956. október 15-én az országos mintát követve alakult meg Ricsei Balázs, az általános iskola fiúigazgatójának vezetésével a később Bocskai nevét felvevő irodalmi kör. Ennek a körnek mindössze 15-20 értelmiségi tagja volt, javarészt helyi tanáremberek, akik azonban igazán távolra mutató célokat tűztek ki saját maguk, illetve közvetetten városunk és az ország számára is. A vitakör hamar azon problémák felé fordult, amelyek leginkább érintették Hajdúnánás lakóit. Ilyen volt a megfelelő tájékoztatás, melyek biztosítása érdekében helyi lapot szerettek volna alapítani, illetve a különböző politikai vélemények megjelenítése helyi szinten egyfajta népfront jelleggel. Volt azonban még egy fontos célkitűzése a vitakörben helyet foglaló értelmiségieknek, a parasztság sérelmeinek orvoslása. Napjainkban is meghatározó Hajdúnánás életében a mezőgazdaság. 1956-ban még nagyobb volt az agrárium jelentősége városunkban. A népesség túlnyomó többsége ugyanis az agrártermelésben dolgozott, illetve dolgozott volna még nagyobb lelkesedéssel, amennyiben a korabeli birtokszerkezeti viszonyok ezt lehetővé tették volna. Településünkön az országos átlagot meghaladóan éltek emberek külterületeken, tanyákon, hogy itt gazdálkodva próbálják megteremteni családjuknak a túléléshez, a beszolgáltatások teljesítéséhez szükséges terményt. Ricsei Balázs és az értelmiségi vitakör tagjai tökéletesen értették. Tökéletesen tudták, mi nyomorítja meg a parasztság életét. Napi kapcsolatban álltak az érintett családokkal, és jobban is hallották hangjukat, mint például a termelőszövetkezetek vezetői. Hajdúnánásnak egyik tragédiája az volt, hogy ezek az értelmiségiek valamiért nem találták meg az utat a hétköznapi emberek szívéhez. Így a korabeli kistermelők és agrárdolgozók, akik őseik földjére csak alkalmazottként tehették be lábaikat, talán nem is fogták fel, milyen nemes lelkű emberek dolgoznak életkörülményeik jobbításán. A mi felelősségünk, hogy ez soha többé ne ismétlődhessen meg. Közel 70 évvel a forradalom után még ma is sokan vitatják, kik 56 politikai örökösei. 1956 politikai örökségbe egyben arra is emlékezteti a magyarságot, hogy az ország a nehézségekben egyedül magára számíthatott. A nagyhatalmak cserben hagyták a magyar forradalom ügyét, és noha a világ következménye jelentős színpadával
Közvéleménye jelentős szimpátiával viszonyult a magyar szabadsághoz, elítélve a Szovjetunió és a Kádár rezsim tetteit, láthattuk, hogy mindez a gyakorlatban mit sem ért. 1956 azonban megmaradhatott egy olyan erkölcsi viszonyítási pontnak, amelyhez 1989 rendszerváltó társadalma visszanyúlhatott. És nem lehet, hogy 1956 csupán egy történelem lecke legyen. Meg kell ismernünk, meg kell értenünk, és át kell éreznünk 1956 történéseit. Őrizzük meg a forradalom lángját ezekben a nehéz órákban is. Emlékezzünk 1956 mártírjaira, akik életüket vagy jövőjüket áldozták fel azért, hogy egy függetlenebb, szabadabb Magyarországot teremtsenek. Az ünnepi emlékező beszédet követően a város, intézmények, pártok, szervezetek rótták le kegyeletüket a forradalom emlékműve előtt.